Öt esztendő telt el azóta, hogy a tolnai szépkorúak úgy döntöttek, létrehoznak egy szervezetet, mely koordinálja, szervezi szórakozásukat, az együttlétben rejlő örömöket. A szervezet ez alatt az idő alatt folyamatosan növekedett taglétszámában, és bővült kapcsolatrendszere is. Ma már nem csak a tolnai szépkorúak örülnek egymásnak, a környékben több településsel is kialakítottak kapcsolatokat. Az elmúlt sikerrel teli öt esztendőt ünnepelték. 137-en vagyunk itt, jelenleg ezen a rendezvényen. Jöttek barátok, jöttek különböző olyan baráti csoportokból, Fácánkerből, Siogárdról jöttek, Kunszel Miklósról jöttek barátok, Szekszárdról jöttek, nagyon sokan vagyunk. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy az eredeti célra megvolt, és a mai napig megvan a fogadókészség. Jó ötlet volt, 36 fővel alakítottuk a csoportot, és fél éven belül fölmentük hama 50 főre, és utána egy kicsit stagnáltunk, mert nem lehetett egyszerre, nem volt olyan helyiség, olyan kapacitás, ahová rendezvényeket meg tudtuk volna tartani. És akkor húztunk egy kis stoppot. Úgy gondoltuk, hogy meg én úgy tapasztaltam, hogy nagyon népszerű a csoport, mert szinte minden rendezvény teltházas volt, mindenhová jöttek az embereknek, kellett ez a csoport, hogy kimozduljanak a magányból, kimozduljanak az egyedül létből, társaságra váltak, barátságra váltak, szeretetre, és ezt a csoporton belül megkapták. Azt gondolom, hogy egy űrt töltünk be azoknak az embereknek az életébe, akiknek esetleg a családja nem közvetlen közelben lakik, vagy nem tudnak annyi időt szánni rá, vagy a barátok már esetleg elmentek mellőlük, és a programjainkkal próbáljuk úgy összefogni az embereket, hogy legyen egy hovatartozás érzése, hogy el tudjanak menni valahogy, készülni lehessen egy-egy programra. Odafigyelünk arra, hogyha valaki valami segítségre szorul, akkor megpróbálunk összefogni a csoport és segíteni azokat, akik bármilyen téren valamilyen fajta segítségre szorulnának. Ahhoz, hogy egy város jól működjön, szükség van erre a fajta civil erőre. Erről beszélt Berta Zoltán, alpolgármester is. Nagyon örülünk, hogy ilyen civil szervezeteink vannak. Ugye Tolnán és Mözsön összesen 4 különböző civil szervezet van, amelyet a nyugdíjasok, szépkorúak alapítottak, és a tagságukat is ők jelentik. Egyik közülük, talán a legfiatalabb, hiszen ma az 5. születésnapját ünnepeljük a Vándorló Szépkorúak baráti körének. Nélkülözhetetlenek a város életében. És igazából a szorgos hétköznapokon kevésbé látjuk ennek a jelentőségét, de ha az elmúlt 2 évre visszagondolunk, akkor nagyon szépen kirajzolódott az, hogy egy nehéz helyzetben, itt a Covid-járványra gondolok, mit jelent az, hogy összetartó közösségek vannak. Olyan emberek közössége, akik már több esetben magukra maradnak, hiszen a család tőlük távol él. Ez a közösség, a Vándorló Szépkorúak csapata magukról, másokról is gondoskodott a nehéz időszakban, a bevásárlástól kezdve a kertgondozásig, a szájmaszkvarrásig sorolhatnám azokat a dolgokat, amit gyakorlatilag levettek terhet másnak, mondjuk az önkormányzatnak vagy állami szervnek a válláról. Ez csak úgy a közelmúltnak a fontos eseménye, de abból az oldalról közelítem meg, hogy ezek a közösségek életet adnak a tereinknek. Itt vagyunk a Lovardába, ebbe a szép multifunkcionális terembe. Mit érnének ezek a falak, ha nem lennének ilyen szervezetek, civil közösségek, akik élettel, programmal jó kedvel töltik meg ezt. Néha, mikor nyomaszt már az elégedettség, sok fényes ötlet áraszt el, hogy mi is kéne még. Sok használt szöveg kellene, megkifordítható, és ráhúzható minden rosszra, hogy lássuk, milyen jó. Van egy összetartás, van egy családi érzés, azt gondolom, különösen akik régóta vagyunk a csapatnak a tagjai, alapító tagok. Ezért is jött létre végül is ez a szervezet, hogy segítsük egymást, és hogy legyen egy olyan, hogy a munkából kiszakadtunk,
nem volt hova járnunk, nem volt olyan szervezet, amihez tartoztunk, és akkor ez azt gondolom, hogy ez pótolja mindenképpen. Ha van egy program, egy civil szervezetnek van egy programja, akkor szereti megtölteni olyan emberekkel, akiket érdekelnek ezek a programok. Most nyilván mi is nyitottak vagyunk más civil szervezeteknek a munkájára, meg a programjaikra, és szívesen látunk itt közöttünk is olyanokat, akik más településről érkeznek. Úgyhogy próbáljuk színesíteni egymás életét azzal, hogy néha fellépünk, néha csak a jelenlétünk elerősítjük az adott civil szervezetnek a programját, de tehát ilyen módon is igen, túlléptünk a határainkon. Sok év van még bennük, állítják a szépkorúak, és a közösség csak tölti mindannyiukat. A születésnapi parti után a nyára is tele van már a program füzete a szépkorúaknak, akik szívesen fogadnak minden csatlakozni vágyót.